Tényleg baszik. Uram, én kamerázni kérem. Oké. Okay. Finomabban. És majd jobbra megyünk el. Semmi gond. Ha? Itt csapni egy teli keresztet, hallod? De szép lenne. Néznek az emberek, fura. Maradj. Azért, mert YouTube-ozunk, vagy egy ilyen autóban ülünk. Hú, kéne egy piros lámpa, ahol top 1-ek vagyunk. Azt úgy nagyon élni. Azt úgy nagyon élni. Gyönyörű. Három szép ez az autó. Meg az az erő, ami benne van, és még, ez még semmi sem volt amúgy. Ez még semmi. Már megy a selfie is. Megy a selfie. Jó, persze, nem ott, balra. Na, csajok, itt mellettünk? Halló! A csávója most tuti med. Nem tudok megszólalni amúgy. Az a helyzet. Nem találok szavakat sajnos. Jó, mi is látszok? Nem az enyém, az a baj. Majd lesz. Ez hibrid. Ez hibrid. Elektro. Ülök? Kérem lépjen oda egy kicsit. Igenis. Wow! Én kirakom a kezem, hallod egy kicsit így azért... Na! Érezze, hogy megfoghatja. Benni, ülj már ki a tetőre, hallod? Egy picit úgy érzem, mintha... A tököm nőtt volna. Hány centi? Nagyon fura érzés. Uram, fékezze magát. Fékezze magát? Ó, oda nézd, mit kaptunk. Hoppácska. Én ezzel nem megyek át. Nem. No. Itt lesz egy startunk egyébként. Egy light-os startot fogunk nyomni. Hát a fék az... Alig kell odalépni, hallod? 39 fok van, jelentem a városban. Mi pedig egy Dodge-ban ülünk, 500 lovas. Ez is egy fontos információ. Szeretnék egy mozi egyet 4 főre. Köszönöm. Hol van a helyünk? Ez itt szabályos volt? Természetesen. Hú, be! Ez Isten. Akarok egy ilyet! Oh yes! Mekkora élmény volt! Nagyon király! Hát a Benny majd csak később próbálja ki. Először én most kipróbálhattam a real élményt, a valóságot. Gyerekek, és most a következő lépcsőfok jön, hogy egymás ellen fogunk a Bennyvel szimulátorozni, tehát rizikó nélkül természetesen. Zsolti előre fér már, hogy kikap. Rettegek. Egy like, egy respekt nekem. Egy dislike az meg, hogy dislike-ot ne kérjünk, azt a szokás. Vissza. Szóval rizikó nélkül fogjuk tolni egymás ellen. Ott egymásnak lehet menni, stb. Összemérjük erőinket férfiasan a volán mögött. Én is Benny Power! Azt beszéltük, Bennyvel elvisszük még haza. Nem fogom meg, mert nagyon meleg. Nagyon meleg, mi? Készülj a harcra. Jaj, már ide. S vele a kudarcra. A Mustanga vagy te is? Nem tudom. Azaz. Te vagy Vin Benzin. Én Paul Walker. Hát egy kocsát. Akkor cső. Akkor viszlát. Akkor viszlát. De. Lenyomlak! Véged! Lehet, hogy a másikon? Oké. Kihát. Ellesz a rétet. Jöjjön! Ebben van erő? Meri pihen. Oha, bajban vagyok. Gyolti, megtollak, várjál, megtollak hátulról. Jó így? Oké, kösz! Meg vagyok. Egyenesre vagy lehetsz. Na let's go, megyek utánad. Hova lett az autód? Diszkvalifikáltam. Ó! Hát mert szabálytalanul mentél? Hát mi van? A rossz fiú. De figyelj már! Mit így csinálod? Hát okay. Ez egy bemelegítő kör volt. Jó. A megfájt versenyzőknek.
Köszönjük szépen. Megérdem. Én nagyon megérdem. Az egy kvalifikáció. Frissítő a megfáradt versenyzőknek, gyerekek. Hát rengeteg, a sok G-hatás alatt rengeteg ásványanyagot elvesztettünk és súlyt, úgyhogy ezt most pótolni kell. Pótolni kell, és pótoltuk, és nagyon jó lesz. Jó volt. Most egy sokkal barátságosabbra szeretnék. Igen? Ennek már üveghangja van, öreg. Kösz! Fokkal már, jó? Egy fokkal, igen! Nézem, mennyi előnyt kaptál! Megyek! Nagyon izi, tanulvezetősen megyek! Jövök, behozom! Van a lényeg, hogy rajta megyek, maradjak az úton! A való életben is így szoktál próbálkozni? Igen, az elmentesen is így szoktam menni! De hol vagy? Ó, milyen kanyar ez? Kirakta ezt ide? Hol vagy, Benny? Hát én megszoktam. Nem vagy köcsö, Benny? Várj, most tovább gondolkodok, hogy maradjak az úton. I see you. Behoztam a lemaradást. És itt a meccs vége? De már! No! Egy hajszálon múlott! Hát, mekkora hajszálon? Körülbelül akkorát egyébként. Hát tényleg, ez nagyon szokott volt. Egy másodperc. Egy másodperc volt köztünk. Egy másodperc. Úgyhogy visszavágunk. My man. És de az VR. És most VR-ba toljuk. Igen. Éjszaka van. 4, 3, 2. Wow! Az igen. Na, jó fej vagy! Ez te voltál jó fej? Te jöttél na, nekem. Na, Nikit előre engedjük, nem érdekes. Én Bennyvel akarok életre halálra. Nikinik nagyon vágja. Nem baj az, fagy menjen. Hol vagy? Egyetlen. Igen? Nem sokáig. Hú, amúgy itt éjszak elég izé, alig látok valamit. Wow, és nyílnak a szárnyak amúgy az autó elején. Nekem. A fágán én, ahogy kanyarodok. Kiátszom. Azaz. Jó. Ez az éjszakai mód, ez nagyon reális. Tényleg kinézek balra és vak sötét van. Nem is tényleg így van. Nagyon király. Ó. Még én éjszaka jobban szeretek vezetni, esküszöm. Ha! Ide hallottam a fájdalmad. A váltás az bőrűvé. Mekkora drift volt, apám? Mi van, Benny? Baj. Le vagy maradva. Te borra való? Azaz, mint a borra való. Húzzál bele! Nem koncentrálok. Ezt elhiszem. Na most a hiába a koncentráció cimbora. Ez egy vesztes ügy. Ez a becsületbeli ügy. Már csak azért, hogy átmenj a célon. Ez az! Még egy kör. Várjál, kicsit várok. Ez már megalázás. Gyere! Negyedik kör. Hol vagy? Ott van. Ráadok ide veled szembe. Nyomjunk egy izét, egy repülő rajtot, hallod? Jó. Egymás mellől. Álljon mellettem. Hello! Hello! Na, 3, 2, 1. Gyerünk! Na. Már én tolatom, de miért? Ne tolass, gyere állj mellém aztán. Várj, már én tolatom valamiért. És nem hagyhatom magam öreg. Ha-ha! Ó, átvertél! Nem! Mi? Mi? Nem, diszkvalifikáltak, nem értünk be. Nem értünk be? De jó, és akkor még előttem voltál. Nagyon mindegy, amúgy én nyertem volna. Jó, ez igen, Zsolti nyert. Bevallom őszintén férfiasan. Hol a pesgő? Azán, de igazán, azán. Men. Jó. Kikaptál. Nem látta, nem vettük fel, nem vettük senki. De meg van örökítve az a helyzet. Király volt, mit szólsz? Milyen volt? Nekem jó, nem tetszett, kikapni, kikapni tőlem. Én visszatérő vásárból veszek, mert tényleg amúgy még én akarok jönni, mert nagyon... Nagyon-nagyon király volt. Hát én azt mondom. Ez volt az első VR-os élményem. Pontosan. És te itt lehettél. Én már veterán voltam. Te sókán végignézte az első élményem. Meg lealáztam az ikertesómmal. Itt vagyunk egyébként. Imádom ezt a logót.
Ne feledjétek, találtok egy linket a leírásban, és hogyha esetleg ti is kipróbálnátok, mint én és a Beni, ezt a VR élményt, akkor ha elmondjátok, hogy a videójáték Zsolti videójában láttátok, akkor kaptok 50% kedvezményt, ami egy elég jó deal. Én azt mondom, ugye? Én élnék, ha lehet. Szóval most te kipróbálod a Dodge-ot, ugye? A real élményt, én meg már ugye kipróbáltam. Szóval, jó, az úton találkozunk.